Tisztelt ünneplő közönség, meghívott vendégeink, köszöntöm Önöket ünnepi megemlékezésünkön, amelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idézzük fel. Kérem Önöket, hogy közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Most felkérem dr. Torma András professzor urat, az egyetem rektorát, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Szép napot kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, tisztelt ünneplő közönség. Ma hazánkban, a Kárpát-medencében, sőt, szerte a világon, ahol magyarul beszélnek, mindenhol 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeznek. Az 58. évfordulóra. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az 1956-os forradalom évfordulóját együtt ünnepli Magyarországgal az egész világ. Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy mai nemzetünnepünkön éppen 58 éves fejjel a Miskolci Egyetem rektoraként köszönthetem Önöket. Együtt ünnepelhetjük 56 októberét, 56 októberének csodálatos szellemiségét és pillanatait. Azt a szellemiséget, amely bennünket, magyarokat akkoriban a világ figyelmének középpontjába helyezett. A mai egyetem ünnepségen tisztelgünk azok előtt, akik hittek az eszmék megvalósulásában, hittek egy szabad, független és demokratikus Magyarország létrejöttében. Engedjék meg, hogy ezt a szellemiséget egy idézettel próbáljam magunk elé állítani. Egy olyan szemtanú leírására támaszkodom, aki átélte az 56-os eseményeket. A következőket írja megemlékezésében. Ennek a forradalomnak volt valami szellemisége, olyan közszelleme, amelyik úgy irányította az embereket, hogy ők azt észre sem vették. Ezeket az embereket arra indította, hogy túlnőjenek önmagunkon, hogy túllépjék saját magukat. Nos, ez a visszaemlékezés az én olvasatomban arról tanúskodik, hogy a forradalomnak volt egy alapélménye, ez a bizonyos közszellem, ami nem más, mint a nemzeti egység.
1956. októberében ugyanis egymás mellett állt az ország valamennyi embere, annak érdekében, hogy tanúvallomást tegyenek az egész világ előtt a szabadság szeretetről és az emberi méltóságba vetett hitről. 1956 szellemisége tehát az én olvasatomban azt jelenti, hogy végre együtt van a nemzet, együtt van az egész ország, és végre bátran kimondhatjuk követelésünket egy szabad, független és demokratikus Magyarország felállítását. Tisztelt 1956-os hölgyek és urak! Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon önökkel együtt ünnepelhetek. Önöknél hitelesebben ugyanis senki nem mondhatja el, hogyan lett 1956. októberében egy tömegből egy pillanat alatt közösség. Ahogyan önök beszélnek arról, hogyan emelték fel fejüket az emberek, hogyan talált magára a nemzet, bizony ez megérteti velünk 1956 lényegét. Az önök emlékezetében a forradalmi napok nyilvánvalóan mindaddig élnek, és végigkísérik egész életüket. A harcokban több mint 4000 ember esett el, több mint 25000 ember megsebesült, és bizony Magyarországot több mint 200000 elhagyták. A megtorlás is iszonytató volt, hiszen több mint 300 embert kivégeztek, és több mint 16000 embert börtönbe vetettek. Önök kegyelettel emlékeznek elhunyt és megsebesült társaikra, a jó barátokra, adott esetben a példát mutató tanárokra. Tisztelt ünneplők! A fennmaradt visszaemlékezések alapján állítható és tudható, hogy akkoriban minden városnak és minden településnek, minden községnek megvolt az maga 1956-ja. Az akkori miskolci egyetemi hallgatóknak is megvolt a maguk 1956-os élménye, hiszen megalakult a diákparlament, amelynek a vezetőjét ma itt majd hallani fogjuk, azt a megemlékezést tehát, amelyekben ők tesznek majd tanúbizonságot a történtekről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy mi magyarok voltunk azok, akiknek a forradalma példát mutatott, ha úgy tetszik, utat mutatott a görög, a portugál és a spanyol szabadságharcosoknak is. Ennek köszönhetően ezek a népek 1970-ben, illetve 1985-ben lerázták a katonai diktatúra béklyóit, és nem sokkal később, 1971-ben Görögország, 1986-ban pedig Portugál és Spanyolország már az európai közösségek tagja volt, mint szabad, független és demokratikus ország. Büszkék lehetünk arra is, hogy 56 szellemiségéből és eszményéből végül is megvalósult Magyarországon is a demokrácia. Az 1989-90 évi rendszerváltás eredményeként olyan köztársaság lettünk, amely őrzi függetlenségét és a demokráciát. Biztató és számomra felemelő érzés az, hogy a mai megemlékezéssel mindenki azonosulni tud. Nincsenek tehát ellenvélemények, nincsenek fenntartások. Népünk ismét együtt ünnepel. Őrizzük meg ezt az egységet, őrizzük és ápoljuk 1956 dicső szellemiségét. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok!
és imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasztják már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen aradt. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Ahol lakunk, az Ötvös Loránd utca 10-ben, különösen eleven az élet. A kapunk az egyetemre nyílik, az ablakaink a Károlyi kertre. De folyton az utcán vagyunk persze, ahol minket, akik átéltük Budapest ostromát, nem különösen lep meg az a néhány felborult villamos a lelógó vezetékeivel, s a feltépett kockakövekből rakott barikád, s persze a sorban állók sem az élelmiszerüzletek előtt, már amelyik kinyitott. Hogy forradalomra készült volna a város, ahogy a rádió üvöltötte? Nem igaz. Nálunk sincs otthon egy falat kenyér se, a házban sincs senkinek. De hát annyi baj legyen. Forradalom van, nem? Minden hirtelen leegyszerűsödik. Aki az utcán van, az jó barát, aki meg nem az, az úgy sem meri kidugni az orrát. Vallom, hogy minden fegyver jogtalan. A szelíd Isten könnyezett, s úgy tanította ezt. Ám annak a kezében, kit fegyver szorongat, a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd. Ezért nem is hányódom már magamban. Vallom, hogy igazam nincs, és mégis igazam van. És mától fogva én nekem, örökre ez az énekem. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Indulunk az Icsienő utcába Cipiékhez. Mikor hirtelen, mintha láva ömlene, minden betorkoló utca zokogó, kiáltozó, rohanó emberek tömegét zúdítja a Bajcsi-Zsilinszki útra. Magukkal is sodornának az ellenkező irányba, s jönnek, jönnek, torlódva, futva, sikoltozó, síró, jajgató nők és férfiak. Egy ember orvosért kiáltozva sebesült lány támogat, van, aki másodmagával hurcol egy vérző ronybabát, aki nem tud megállni a lábán, csak lóg a feje. Valahogy csonttalanul. Egy-egy feltűnő alaknak csak a könnyes, zokogó arca vagy a jajgató szája ugrik ki a tömegből, de már új síró arc, új kiáltozó száj, rémült szem, és közben egyetlen gyalászkodó, káromkodó szó sem hallatszik, csak a vonító, egybeolvadó zaj és hullámzó, felfelcsapó zokogás, mögöttük a parlament felől ropogó sorozatok. Autók állnak meg, és autóbuszok. Kezek nyúlnak le a sebesültekért. Sok, sok a sebesült, de a kapuk is nyitva vannak. Ide hozzák be! Van orvos a házban! És már rohan is ki egy vékony férfi, s a véres test fölé hajol. Közénk lőttek! A parlament előtt halottak fekszenek! Az ávosok! A tankok!
Az ávósok! Most megkérem Csorba István okleveles kohómérnök urat, az egykori megyei munkástanács vezetőségi tagját, az 56-os események résztvevőjét, hogy emlékezzen meg az 58 évvel ezelőtti történésekről. Csorba István 1954-ben végzett kohómérnökként az egyetemen, s tevékenységért az ungvári börtönbe zárták. Kérem Csorba István urat, fáradjon a színpadra. Tisztelt jelenlévők, kedves fiatalok, nagyon rövid leszek, megígérem. Elsősorban azért kértem hozzászólási lehetőséget, hogy köszönetet mondjak az 1956-os diákparlamentben résztvevőknek azért az együttműködésért, amivel a megyei munkástanáccsal akkor együtt tudtunk működni. Azokban az időkben mi egy népnek, az akaratát próbáltuk létrehozni, illetve a kívánságát, és ebben együtt tudtunk dolgozni. Köszönetet mondok azoknak, akik még itt vannak közöttünk, és köszönetet mondok azoknak, akik már nincsenek közöttük. Őnekik azt mondom, nyugodjatok békében. A mai fiatalságtól pedig azt kérem, hogy továbbra is ápolják 56-ot, és tartsák meg a jövőben a magyar történelemnek ezt a nagyszerű időszakot, amikor egy nép fel tudott lázadni, és harcolni tudott elveiért, egy olyan hatalommal szemben, aki azután végül leverte ezt a forradalmat. Még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm ezt az együttműködést, amit akkor a diákparlamenttel együtt tudtunk végezni. Én, mint ennek az egyetemnek valaha hallgatója voltam, mint ahogy a felvezetésben szerepelt 54-ben, és az idén én is, mint ahogy a rektor úr említette, hogy ő most töltötte be az 58. évét az 58. forradalom évfordulóján, én pedig az idén kaptam meg a gyémán diplomámat. Még egyszer köszönetet mondok az egyetem vezetőségének ezért a nagyszerű ünnepnek a megrendezéséért, és kívánok mindenkinek jó egészséget. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük Csorba István gondolatait. Most kérem, hallgassák meg Gáti Szabolcs úrnak, az egyetem egykori diákjának visszaemlékezését. Gáti Szabolcs 1956-ban negyedéves gépészmérnök hallgató és a diákparlament elnök helyettese volt. Kérem Gáti Szabolcs urat, fáradjon a színpadra. Köszönöm szépen. Kedves barátaim! Ez a kedves barátaim mindenkinek szól, aki itt megjelent, mert aki megjelent az ünnepségen, azt én barátomnak tekintem. Tisztelettel üdvözlöm a rektor urat, köszönöm, hogy ezt a hagyományt szívből és lélekből továbbra is ápolja. Ugyancsak tisztelettel üdvözlöm mindazokat, akik az 56-os tevékenységük miatt megtorlást szenvedtek. És
Patkó rektor úr, örülök, hogy újra láthatjuk ezen a megemlékezésen. Köszönöm, hogy az elmúlt években olyannyira segítette a megemlékezést. Az elmúlt években a beszédeken sokszor hallottunk összefoglalás a forradalom felől. Én egy kicsit másképpen szeretnék beszélni, személyes élményeket szeretnék említeni, nem csak a forradalomról, hanem az egyetemről és az egyetemi oktatásról magáról. Először is emlékezzünk egy kicsit a forradalomról. Nekem nem könnyű sok mindenre emlékezni jól, mert én kiszakadtam a millióból, 1990-ben a rendszerváltozás után jöttem csak először haza. De azért mondhatom nektek, hogy nagyon emlékszem erre a teremre, arra a forró hangulatra, ami itt volt, amikor a forradalom elindult Miskolcon. Arra is emlékszem, hogy a forradalom idején az sokszor úgy volt, mint egy álom. Az ember megcsípi magát, hogy fölébredjen. Lehetséges az, hogy az a tökéletesnek tűnő zsarnoki rendszer, amit úgy nézett ki, hogy soha a világon nem fog összeomlani, hirtelen inog, és talán össze is omlik. Ez egy hihetetlen élmény volt nekem, és hihetetlen élmény 58 év távlatából is. És vagy például, amikor mentem az ÁVO laktanyába, hogy úgy mondjam, átvenni, és bemegyek, és ezek a ÁVO-s tisztek, a rettegett tisztek mind ott hajlonganak. Kérem szépen, mit csináljunk, tessék minden, ez az, amaz. Mondtam nekik, hogy a kiskatonákat adjanak civileket, küldjék haza a besorozott kiskatonákat a falukba. Próbáltak engem, nekem azt mondani, hogy Budapesten semmi nincs, minden csöndes, mintha nagyon hittem volna nekik. És ahogy mentünk a szobákon végül egyik szobából a másikba, az ablakokba, nem mindegy, de nem tudom, minden második, harmadik ablakba, ott álltak a golyószórók, az utcára nézve. Erről most is az jut eszembe, a jelszó a katonaságnál, a dolgozó népet szolgáljuk. A golyószórók az utcára nézve így szolgálták a dolgozó népet. Aztán emlékszem arra is, most voltam, tegnap Miskolcon jártam egy kicsit körbe, és a villanyrendőr téren egy nagy kép van, mutatja, és erre vonatkozik az emlékezetem. És a pontos dátumra, október 24, ez a nagy fénykép, kidállított fénykép emlékeztet. A tömeg elállta a szovjet katonai harc gépkocsi felvonulás, nem tudtak sehova se menni, és én emlékszem, hogy ott álltam, a gépkocsi az egészen odatőlve, így ordítottam a kis katonára, aki a dobtáros géppisztolyt rám irányította. Én, ugye abban az időben az ember szinte a forradalom mámorában volt, én nem voltam megijedve, én szerintem ő a kiskatona nagyon is meg volt ijedve. Hát a forradalom elverése után próbáltuk mindazt elérni, amit lehet, amit megtartani. Sajnos hamarosan nyilvánvaló volt, hogy ez nagyon nehéz. A vezetőbizottságban voltunk, mindannyiunkat alelnöknek hívtak, hogy ne tudják, hogy pontosan kit lehet kiszúrni, kit lehet letartóztatni. De aztán már a január fele nyilvánossá vált, hogy itt semmi javulás nem lesz. Én akkor, és most jönnek néhány személyes megemlékezések, főleg az egyetem felől, én január 31-én, hármasban léptem át a határt Jugó fele, Répás Bandi másodéves bányamérnök hallgató volt az egyikünk, ő ott a faluba született, így ez jó is jött, mert kisvágányú vonattal mentünk ki a faluhoz a határ mellé, és hogy lelépünk, tehát jöttek tán 20-an velünk, két géppisztolyos kürük az árokból, mindenki álljon meg, hova megy. Hát, mondhatnom se kell, minden másnak játokat menni a határon, elkaptak és visszavittek. A Bandi azt mondta, mi a unokabátyámat megyünk meglátogatni a faluba. Azt mondja a másik, jó van, azt mondja, hagyjuk, hadd menjen, majd később leellenőrizzük. Erre gondolhatott volna, hogyha mi határa megyünk, akkor hogyan fogják később leellenőrizni. Volt, és a másik az volt, hogy az én szatyromban volt, mindenkinek szatyrában volt egy fehér lepedő a tetején,
hogy amikor ugye a havas földön megyünk át, hogyha valaki követnek minket, akkor hasra vetjük magunkat, a lepedőt magunk fölé húzzák, és nem látnak minket a hóban. És az egyik egy képviselő azt mondja, mi van abban a szatyorban? Na mondom, azt kell megmagyaráznom, hogy vendégségben megyek, és ágyneműt viszek magammal. Aztán a másik azt mondja, majd később leellenőrizzük a faluban. Hát 4 óra múlva visszajutottunk ugyanarra a pontra, honnan elindultunk, éjszaka, január 31-én. Erre a másik kettőt magam mellé állítottam, azt mondtam, ott van a göncöl szekér, ha így megyünk, hárman egy sorban, akkor pontosan délfele megyünk. Ugye átjutunk a határon, jugo határon. Igaz, hogy néhány óra alatt ugye a csillagok változnak, de azért ugyanúgy átjutunk. Át is jutottunk, szépen lefeküdtünk a pihenni a fagyos földre. Valószínűleg meg is holvá fagytunk volna, de egyszerre csak hallom. Hát mi az, mindenki ismeri, az egy puskát csőre töltenek. Jugoszláv határőr ott volt a kutyával. Ő nyilván meg volt ijedve, ott van 3 alak, még a nap akkor kezdett följönni. Ott van 3 alak, a majdnem a sötétben, ő szól hozzájuk, és senki nem válaszol. Na szóval bementünk, és bevittek, bemasíroztatott minket, kéz a fejen, a határállomásra, és aztán onnan pontosan a forradalom egyéves évfordulóján, 57. október 23-án indultunk el ki az Egyesült Államokba. Na most pedig arról szeretnék egy kicsit beszélni, ami a miskolci oktatás, hogy mennyire jó volt. Amikor én kimentem, nálam volt az egyetemi bizonyítványom, és hát mentem tanszékről tanszékre elismertetni a tantárgyakat. Az egyik az a gépelemek mechanikája, dinamikája volt, amit itten azt hiszem, hogy kb. 2 évvel azelőtt kezdték el tanítani, hogy én vettem. Meg kell mondanom, hogy nem volt jelesem. És mentem a professzorhoz elismertetni. Azt mondja, önálluk is csak 1-2 évvel azelőtt kezdték el, és nem akart elhinni nekem, hogy itt Miskolcon már tanítják. Hát mit csináljak? Azt mondtam neki, professzor úr, adja ide nekem az utolsó 1/2 év írásbeli vizsgáját, leülök a sarokba, és megoldom a példákat. Azt mondta, jól van. Leülök, megnéztem, ugye akkor már 3 évvel azelőtt vettem azt a tantárgyat, semmit, ugye tanulmányokat nem csináltam azóta, nem frissítettem. Láttam, hogy a felét körülbelül meg tudom oldani. Megoldtam a felét, visszamegyek a professzorhoz, a felét már megoldtam, megoldjam a többit is. Azt mondja, nem, elég, köszönöm, elismerem. És sokáig arra gondoltam, hogy én voltam a talpra esett. De aztán rájöttem, hogy jó pedagógus. Mert azt mondja, ha valaki 3 évvel ezelőtt vette, semmit nem frissített, és egy aránylag másfajta példákból azonnal meg tudja oldani a felét, az elég ahhoz, hogy elismerjem, hogy átment, ugye? A másik eset pedig, amit ugyancsak a miskolci oktatásról szeretnék mondani, ugye, Sarka Zoli és a tanszék, matematika tanszék az aztán igazán megtanított minket. A fiam pontosan 30 évvel azután kezdte el a mérnöki egyetemet, mint én. És én a mérnöki pályafutásom alatt nem használtam fölsőbb matematikát. Kémiát, fizikát, józanészt, logikát. Tudom, hogy a matematika főleg logikára tanít. De és amikor ő... Ugye nem ott volt az egyetemen tőlem kb. 450 kilométerre, fölhívott telefonon, és azt mondja, hogy hát ezzel a matek problémával valami baja van. Azt mondtam, visszahívlak. És ameddig az egyszerű differenciál egyenleten túl nem jutottunk, mindig tudtam neki időbe segíteni. Ugye? Ez azt mutatja, hogy mennyire jól megtanítottak, annyira, és matekból se volt jelesem. Aztán, hát mondhatom azt, hadd említsem meg, hogy a fiam most a NASA rendszermérnökségének a főnöke, és ebben én szerintem a Miskolci Egyetemnek is része van. De más miskolci hallgatók is megállták a helyüket, jól ismeritek a Jaszlics Iván nevet. Jaszlics, amikor ő kiment, és Cam Kilmerbe volt táborban, az MIT jött, és meginterjú volt a magyarokat, az azt is ott kiemelték teljes ösztöndíjjal az MIT-ra. És ő volt az országban az első, aki számítógépes analízissel bizonyította repülőgépek szilárdságát és stabilitását.
Még mondja is nekem, azt mondja, hogy ő a Boeingnek dolgozott, azt mondja, a Hughesnak a repülőgépe jobb volt, de azoknak nem volt számítógépes bizonyítékuk, így a Boeinget hagyta jóvá a kormány. Jaszlicsról van még egy történetem, ami egy kedves történet, és szeretném elmesélni. Ez, amikor első éves egyetemisták voltunk, közvetlenül a katonai táborban történt. Ki volt mondva, hogy ha megjelenünk, sorba állunk enni, például ebédre, nem szabad a gázállaszt, maszkát, gázállaszt, táskát viselni. Állunk sorba, Jaszlicsnak ott lóg oldalt a táska. Tizedes jön, elordítja magát, gázriadó! Jaszlics fogja, fölveszi a gázalarcot, ott áll sorba tovább. Néhány percre fogja, összehajtja és elpakolja. Tizedes, maga mit csinál? Tizedes elvtárs, az egységgel együtt akarok meghalni. Na, igen, mások is voltak, akik ugyancsak, Kuzmics Feri barátom, ugyancsak helytállt kint, szobatársam gépészmérnök hallgató volt. Hadd fejezem be azzal, hogy én sokszor hálát adok az Istennek azért, hogy abban az évben születtem, hogy az 56-os forradalom idején egyetemi hallgató lehettem. Hánynak adatik meg ez az életben, hogy egy ilyen élménye legyen, személyes, nem csak úgy tudni róla, hanem személyesen részt venni, lelkesedni, vezetni. Azt is szeretném megemlíteni, hogyha a világ történelemben nézzük a forradalmakat, azok rendszerint vérengzőek. Guillotin, akármelyik forradalomról majdnem beszélsz, az mindenhol egy csomó, hogy mondjam, túltengés volt. 56-ban nem. Rendben egy-két ábrust felakasztottak, de végeredményben nem. Az egyetemisták is például őrizték az ábrust családját, hogy ne legyen sérültek. De volt, becsület volt, eszme volt, szabadság, igazságosság. Ez teljesen különböző volt sok a világban előforduló forradalom, ami történt forradalom. És ez a... hogy ez egy különleges esemény, ez hoz engem minden évben vissza 14 ezer kilométeres körútra. Még nem is az, hogy 14 ezer, hanem októberben ilyen tájt, ahol én lakom, az gyönyörű őszi levelek vannak, szenvedélyes fényképező vagyok, de sajnos minden évben ezt feladom, nem sajnos, hanem igenis minden évben feladom ezt az alkalmat azért, hogy ide eljöhessek, hallgassam a megemlékezést, találkozzam azokkal, akik részt vettek benne, és még egyszer mondom, megköszönjem az Istennek azt, hogy ebben a forradalomban részt vehettem. Köszönöm szépen. Köszönjük Gáti Szabolcs visszaemlékezését. Most Dornbach Gyula, az egykori diákparlament egyik vezetője emlékezik meg Mihala Ferencről, a diákparlament tagjáról, aki 2013-ban hunyt el. Kérem Dornbach Gyulát, fáradjon a színpadra. Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim! Szomorú kötelességnek teszek eleget, amikor bejelentem nektek, hogy Mihala Ferenc adjunktus, a diákparlament tagja, az Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács elnöke, gépészmérnök 2013. november 17-én 89 éves korában meghalt. Ki volt Mihala? 1951. augusztusában kezdett dolgozni az egyetemen. Először a kohászok géptantanszékén, majd rövidesen a zorgószi tanszéken. Az 56-os forradalom ezen a tanszéken érte. A számára sorsdöntő nap november 1-je volt, amikor vállalta a Nemzeti Tanács szervezését és küldöttségük,
Mihala Ferenc, Záhonyi Bruno és Tóth Tihamér országjárásra indult. A velem akkor itt lévők tudják, és ismerősként hangzik nekik a név. A Mihala Ferenc adjunktus volt a tanszéken egy átlagos ember, politikai hovatartozástól függetlenül. Az Záhonyi Bruno az egyetem katonai tanszékének volt a vezetője. Én voltam vele több ízben, egy cellában is megismertem az életét. A 44-ben a partizánok közt dolgozott, meggyőződéses elvtárs volt, de csalódott. És a harmadik, Tóth Tihamér, ő egy 5 éves gépészmérnök hallgató volt. Tehát ez volt november 1-én. Másnap, november 2-án az egyetemen megalakult a Nemzeti Tanács, és egy programtervezetnek is tekinthető határozatot fogadtak el. Így a Nemzeti Tanács gyakorlatilag egy napot élt. Ugye 2-án alakult, 3-a volt az egy nap, amit élt, 4-én már itt voltak az oroszok. Mégis a Miskolci Népbíróság külön tanácsa gyorsított eljárással 15 év szabadságvesztésre ítélte a Nemzeti Tanács elnökét. Tehát ez az elnöknek szólt, ez az ítélet. Többször beszélgettünk a börtön életéről. Az őrzőinek időnként megnyilvánuló emberi szimpátiájáról, mert ilyen is volt, és az ellentétéről, az érthetetlen gyűlöletről és kegyetlenkedésről. Minden beszélgetésnek a vége úgy fejeződött be, hol így, hol úgy, de azt fejezte ki, hogy az Isten hite mindig átsegítette a pillanatnyi nehézségen. 1963-ban amnesztiával szabadult, és a Kiskunfélegyházi vegyipari gépgyárhoz került. Szerencséjének tartotta, hogy engedték dolgozni. Plazmavágót szerkesztett, amivel a magyar iparban elsőként vágtak 100 mm feletti korrózióálló acéllemezt. Irányította a középfrekvenciás hőkezelés bevezetését. Kidolgozta a TIG kétoldalas hegesztés heggesztőgéppel szembeni követelményeit, az alumínium réz és korrózióálló anyagok függőleges helyzetű heggesztéséhez a technológiát. 1972-ben a vegyépszer tiszakécskei gyárához már műszaki gazdasági tanácsadóként vették fel. Irányító szerepe volt a heggesztés korszerűsítésében, a heggesztők oktatásában, a minősített heggesztőképzésben. Majd elkezdett foglalkozni a titán feldolgozás technológiáival, és a titán berendezések felhasználási lehetőségeivel. Például titán és poliamid térdizületi protézis, ez neki egy kedvenc témája volt. 1986-ig ebben az üzemben több mint 70 tonna ötvözetlen titánt dolgoztak fel. A paksi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek tárolásához, irányításával és kísérleteivel készült el borral ötvözött austenites acéllemezből a tároló berendezés. 1986-ban nyugdíjba ment, de 2004-ig a TIGÉP-nél szakértőként dolgozott, és műszaki irányításával jutott el a gyár addig, hogy a Siemens elfogadta őket gázturbinái égő kamrájának gyártójává. Ezt követően több éven át a Kecskeméti Főiskola meghívott óraadója volt címzetes főiskolai tanárként. A felsorolt műszaki megoldásokat közel 30 szakközlemény egészíti ki.
ez a cég, vagy cégek, amiket felsoroltam, ez nagyon szorosan kapcsolatban volt a vegyiparral, vegyipari berendezéseket gyártottak. Én magam a vegyiparban dolgoztam tervezőként, úgyhogy több alkalommal találkoztam a Mihala Ferivel, és az üzemben hallottam egyszer, hogy a Mihala Feri a heggesztők pápája, aki nem csak elméletben tudott, hanem gyakorlatban is. Jelenlétemben történt egyszer, hogy vitt végig az üzemen valamit megmutatni, és elmentünk egy heggesztő ember mellett, visszafordult, nézte, odament. Jani, mondtam magának, hogy ne így fogja, adja ide. És elkezdett heggeszteni, na így csinálja Jani. A Miskolci Egyetem rektora 1992-ben erkölcsi rehabilitációja részeként címzetes egyetemi docensé nevezte ki. A szakmai elismerések és a különböző kitüntetések tömött sorából egyet megemlítve a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, elköszönünk Mihala Ferenctől, Isten áldjon, nyugodjál békében. Ha már megemlékezünk, még két társunkról is meg kell emlékezni. Álljunk fel, és egy rövid emlékezéssel, valamint főhajtással tiszteljük meg az elmúlt évben elhunyt Jánvári Józsefet és Farkas József évfolyam társunkat. Álljunk fel! Köszönöm. Köszönjük Dornbach Gyula megemlékezését. Most kérem, hallgassák meg Debreceni Dánielt, a Miskolci Egyetem hallgatóját, és a Dudulykavölgyi Rókák Baráti Társaságának elnökét arról, hogy mit jelentenek neki, és egyben a mai fiatalságnak az 1956-os októberi események. Tisztelt 56-os diákok! Tisztelt rektor úr, tanáraink, kedves diáktársaim! Igen nehéz dolog erről az időszakról beszélni. Nehéz, hiszen annyi szálat lehet megragadni, annyi áldozatot lehet kiemelni. Egy ilyen alkalommal nem lehet cél, hogy mindent összefoglaljunk, minden fontos momentumot legalább megemlítsünk. Hiszen ezeknek se szeri, se száma. Azonban mindenképpen meg kell emlékeznünk elődeink eszmeiségéről, hazaszeretetéről és önfeláldozásáról. Azt mondják, hogy a nagy tetteket mindig a történelem szüli meg. Ez tagadhatatlanul részben igaz is. De talán úgy helyesebb, hogy a nagy tettek lehetőségét adja a történelem. Hiszen tettek csak is akarat tükrében születhetnek. 56-ban egy nemzet, egész generációk akarata öltött testet szólalt meg. Egy ilyen hangot pedig a történelemben példátlanul minden esemény bebizonyította, hogy a hatalom összes eszközével sem lehet elnyomni. Nem lehet, hiszen ez a kiáltás mind a mai napig hallatszik, minden magyar lelkű ember szívében. Eme kiáltás épp úgy nemzeti örökségünk része, mint bármelyik csodálatos magyar épületünk. Büszkén mondhatjuk, hogy ezek a történelmi pillanatok, ezek az egész nemzetet egységes erőfeszítésre, áldozatra sarkalló események alkotják nemzeti összetartozásunk alappilléreit. Eme örökség fontosságát minden magyar fiatalnak fel kell ismernie, és szívének legféltettebb zugaiba elültetve őriznie. Nem is tehet másképp, hiszen kevés szerencsétlenebb ember van annál, mint aki nem képes őszinte megbecsülést mutatni a nagyság és emberség előtt. Emberség. Talán a legnagyobb féltéssel őrzött szava
drága anyanyelvünknek. Nem jelent semmi sem nagyobb próbatételt a jellem számára, mint hogy emberséges maradjon bármilyen körülmények között. Erre szolgálnak példaként az 1956. október 26-ai események is. Ezen a napon kísérli meg a töveg elfoglalni az AVH zsolcai kapui székházát. A sortűzben 84-en megsérülnek, 19-en pedig meghalnak. A történtek után 5 áhóst és egy járókelőt meglincselnek. A további vérontást a fegyvertelen hallgatók akadályozzák meg. Még aznap este lefegyverzik a 10-es Honvéd utcában lévő AVH-sokat. A rend fenntartásának szerepét innentől kezdve városunkban a diákparlament megbízásából egyetemünk hallgatósága látja el. Az immáron felfegyverzett hallgatókból pedig megalakul a jól ismert belső őrség. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki számára nem egyértelmű ezen fiataloknak az elkötelezettsége és szilárd, emberséges értékrendje. Bármilyen nagy volt is azonban elődeink akaratereje, a szovjet páncélosok november 4-én Miskolcra is megérkeztek. Hajnali 4 órakor Helyő Csaba felől érik el egyetemvárosunkat. A belső őrség 2 óra hosszáig tud ellenállni az elsöprő túlerőnek. A tűzharcokban 9-en megsérülnek. 2 hallgatótársunk azonban a legnagyobb áldozatot hozza meg haza szeretetéért. Kis Gábor és Kölber Gábor hallgatók, első évfolyamos hallgatók életüket adják ezekben a tragikus hajnali órákban. Az ő nevük, áldozatuk kell, hogy emlékeztessen minket, mostani hallgatókat arra, hogy nem kis örökséghez kell felnőnünk. Nem szabad elfelednünk az elesetteink és az ezt követő megtorlást elszenvedettek üzenetét. Nem azt tesz naggyá egy embert, ha semmitől sem fél. Nem azt tesz naggyá egy embert, hogy felülkerekedik másokon. Naggyá akkor válik az ember, ha küzd az emberi értékekért, jogokért, és kellő fontosságú ügy esetén nem riad vissza a legvégső áldozattól sem. Nem hiszem, hogy lenne olyan egészséges lelkű fiatal diák, aki fel tudna készülni a halálra, és rendületlenül szembeszállna az elmúlás gondolatával. De egy dologra feltétlen képes. Küzdeni mindazért, amely szívének legrejtettebb zugaiban gyökeredzik. Küzdeni szeretteiért, hazájáért és az örökérvényű emberi értékekért. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jó szerencsét! A csoda állandósult Budapesten. Az autósok éppen olyan elképzelhetetlenül barátságosak és szívélyesek, mint a sorban állók, a romkerülgetők, a borbé, a fodrász, a búr, a búr, a búrkalapban, hogy egy ősrégi slágert idézzek. De komolyan így van. A kereszteződéseknél megálló autók, teherautók vezetője kiabál. Ki jön az oktogorra? A keletibe megyek, 5-en még fölférnek. Szeged felé utazik valaki? Megyek Budára, Kelenföld felé, Kistarcsára, Szentendrére, arra ne menjenek, ott oroszok vannak. Miért? Azt gondolja az elvtárs, hogy délen nincsenek. Elvtárs a jó anyja. Ugyan emberek, megszoktuk, nem jelent már semmit. Magyarok vagyunk, nem? Magyarok vagyunk, ordítja mámorosan mindenki. Magyarok, magyarok! És utazunk egymás autójában, egymás kezét fogva, egymást felhúzgálva oda, ahol akad még egy csöpp hely. Nincs más testvérem, csak magyar. Ha virrasztok, miatta állok poszton. Csak tőle kérek kenyeret, s csak ő, kivel a kenyeret megosztom.
Sok tévejgés és sok kanyar után jutottam el ide. Ha bűnös is, magyar. S ha tolva is, magyar. S ha gyilkos is, magyar. Itt nincsen alkú. Nincsen semmi, de. Gyűlöletes ki ünneplő ruháját, s virágos lelkét fitoktatva henceg. Mi elesettek, páriák vagyunk. Testvérek a nyomorban és a bűnben. Sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek. Zúgjon fel hát a magyar zsoltár, dúljon a boldog éjjel álmokon. Seperjen át a fekete, tarajos és hideg hullámokon, vérkönnyed csepegő fákják fényeinél, Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Egy tankcsapat fordul be a Verespálné utca felől, s lassan kitölti az Eötvös Loránd utcát egészen a sarokig. Megállnak. Az első tankból egy katona bújik ki. Meggörnyedve, a revolverét maga elé tartva, óvatosan igyekszik a Károlyi palota felé, behúzott nyakát jobbra-balra forgatva. Nyilván azt nézi, hogy szabad-e az út. Egészen fiatal. És hirtelen eszembe jut Stasik. Hány éves korban kezdődik a Szovjetunióban a kötelező katonai szolgálat? Stasik az apjával és az anyjával volt beszállásolva 45-ben Malatinszkijéknál Szentendrén, ahol én a mosókonyhában laktam törzs Évivel. Stasik akkor 7 éves volt, és amikor nem ölelgette a kutyát, macskát, hát az én ölembe hempergett. Imádtam. Máig érzem a meleg, puha, piszkos kis pofáját, ahogy a nyakamba hízeleg, mint a cica. Oda dörgöli a göndör fekete fejét. Most annyi idős lehet már, mint ez a tankból kimászó, ellenség felderítésére kiküldött fiú. Még az is lehet, hogy ő az. Iván, tudod-e már, hol vagy te most egyáltalán? Szolga voltál, Ruszki Iván, ide küldtek, fegyvert fogsz ránk. Kis katona, anyád fia, ide küldött a Rogyina. A halálra nem szánt anyád, falkével szánt az apád. Ide küldtek golyó elé, legyünk neked gazellenfél. Ruszki Iván testvéred volt, aki fegyver. Sem felnőtt, bámulhatnátok a felhőt, futnak fent a fellegek, a magyar föld eltemet.
fának magyárvája. Áldottak a diákok, kik zsongóiskolából az utcára rohantak, zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat. A madarak általuk hozzák vissza a napok virágát, a nyíló körtefákon meg a tavasz fehér ruhát kap. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal és megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal. Áldott légy Budapest, gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát, és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság. A tömeg és a harag nőtt. Egy hazug világ szilánkokra tört. Megmozdult a föld. Zúgó szél, újra bontsd ki azt a tépet zászlót. Tűz és vér. Ősök vágya, ami bennünk lángol. Hangeri! Szólít, hív a remény hullám hosszán. Tarts Miki! Érted, értünk, érted, bátran halnánk. Széttök álmunk, lassan újra élek. Tűz és vér. Hagyták vérbe fagyni ezt a népet. Hangeri! A változás szelét most újra érzed. Tarts Miki! És ha nincs segítség, akkor most sem félek. Ki azt a tépet zászló. Tűz és vér. Ősök vágya, ami bennünk lángol. Hangeri! Szólít, hív a remény hullám hosszán. Tarts Miki! Érted, érted.
éltünk, érted bátran halnánk. Angeri. Köszönjük szépen valamennyi szereplőnek az ünnepi műsort. A verseket Rostáns Édua és Ferencsik Marcell tolmácsolásában hallhatták. Az énekesek Bárdos Zsuzsanna, valamint Bodai Rihárd és Petró Dalma voltak. A táncosok Fazekas Orsolya, Matiscsák Eszter, Rusz Dávid és Telihaj Kitti voltak. Köszönjük a zenei alaphoz nyújtott segítségét Jenei Szilveszter zeneszerzőnek, valamint külön köszönjük Györgyi Anna Jászai Maridias színésznőnek, hogy elvállalta a korabeli visszaemlékezések felolvasását. Az ünnepi megemlékezés után most a koszorúzás következik. A Diákparlament alakuló ülésének eredeti helyszíne ez az előadóterem, ahogy ez az emléktáblán is olvasható. Itt ülésezett 1956. október 22-én az egyetem ifjúsága, és innen indult el Borsod megyében a forradalom. Emlékeztessen ez a tábla azokra, akik egyetemünkön a forradalomban részt vettek, Kis Gáborra, Kölber Gáborra, akik a forradalom leverésekor életüket vesztették, és mindazokra, akik a megtorlást elszenvedték. Most a koszorúzás következik, megkérem kedves vendégeinket, hogy álljanak fel. Elsőként Miskolc megyéjogú város önkormányzata képviseletében Kis Gábor alpolgármester helyez el koszorút. Miskolci Egyetem képviseletében professzor dr. Torma András rektor helyez el koszorút. A Miskolc Egyetem hallgatóinak nevében Jedlicska Tibor, a hallgatói önkormányzat elnöke, és Zahorcsák Zsolt általános alelnök úr helyez el koszorút. A Borsodabaúj Zemplén megyei Munkástanács és a Történelmi Igazságtétel Bizottság Miskolci szervezetének nevében Csorba István és dr. Szarka Zoltán helyez el koszorút. Az 56-os Diákparlament részéről Dornbach Gyula és dr. Renn Oszkár helyez el koszorút.
A Nagy Imre Társaság nevében Jósz Gábor, Csabai László és Fekete Imre helyez el koszorút. Az 56-os Vitézi Lovagrend, Világszövetség és a Civil Összefogás Fórum Miskolci klubja képviseletében Vitéz Csabai Péter és dr. Lengyel Attila helyez el koszorút. A Magyar Vidék 56-os Szövetség nevében Deák Istvánné és Major Jánosné helyez el koszorút. Miskolc megyei jogú város Fidesz frakciója nevében dr. Nehéz Károly helyez el koszorút. A Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő és Szarka Dénes a Jobbik ifjúsági tagozat miskolci elnöke helyez el koszorút. A Dudulyka-völgyi Rókák Baráti Társaság nevében Debreceni Dániel a társaság elnöke és Csomor Tibor Áron a társaság háznagya helyez el koszorút. Tisztelt ünneplő közönség, kérem Önöket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk az 56-os forradalom és szabadságharc hőseire.
Ünnepi megemlékezésünk végéhez közeledünk. A szózat közös eléneklése után az előtérben megkoszorozzuk Szalai Lajos Hungary 1956 című domborművének Györfi Sándor által készített másolatát. A rossz idő miatt az emlékparkba nem sétálunk át, a megemlékezést az egyes kollégiumnál folytatjuk, ahol az 56-os egyetemi események áldozataira emlékezünk. Pásztor István nyugalmazott gépészmérnök és dr. Szarka Zoltán nyugalmazott egyetemi docens megkoszorúzza Lancsarics Alajos szobrát, amely a régi főépület végén az áramlás és hőtechnikai tanszék folyosóján található. A koszorúzásokat követően körülbelül 14 órakor kezdődik a baráti találkozó az 1956-os forradalom egyetemi részvevőivel az egyetemi szenátusteremben. Végezetül kérem, hogy közösen énekeljük el a szózatot.